вечер, Ритен! Да си селстаршок, товаришок, добра вечер! Nagyba, itt megkerestetek engemet, nagyba, üdvözletem Vas Máténak. Üdvözletem itt a Nagy Bartos kívánság kosár. Üdvözletem Vas Máténak, Jákó Halmára. Vas Máténak egyébként van egy marha, legyen mottója, de sziszt mottó. Itt van most a csunorom nagyba. Kurva életbe legyütt pörtő cseperű fővenni a Nagy Bartost, kurva életbe, úgy bizony. Vas Máténak van egy mottója, ami a bartosizmusban nagyon jól illeszkedik, hogy egy kicsöppen egy korty bor, hát inkább a véren folyjon, mint a bor. Úgy bizony, de. Üdvözletem küldöm Farkas Milánnak, Tatabányai. Das ist Tatabányai Farkas Milán. Üdvözletem küldöm Farkas Milánnak és a kollégiumnak is Budapestre. Máté Pécsről, Karajz Ági, kurva Isten bassza meg, nem az Ágikát bassza meg, hanem a... Az el... Nem mondok semmit. Máté Pécsről, mivel sátor Aljaújhelyen, Sátoraljaújján a Karajz Ági nem intézkedett, hát mert nem hívott engem föl se telegrácson. Dinnyés Dózsa Düllő 5 szám alá elküldhette volna a levelet, nem küldött el levelet, tehát annyit jelent, hogy Pécsről, tehát a Karajz Áginak üzenem, hogy majd egyszer lemegyek, aztán majd tárgyalok nagyba, nem kicsiben nagyba az Istennek, baszanándárógyá. Tárgyalok majd az igazgatóval, a sátoraljai igazgatóval, hogy a Sztálin cigit, meg a Kadafi cigit, meg Kadafi emlékére most én csináltam egy új cigit, tehát állok el. Tehát Karajz Ágnes nem intézkedett, akkor most Máté Pécsről kell, hogy intézkedjen, mert Pécsen van egy dohánygyár. És szeretném kérni a Pécsről a Máténak a segítségét, hogy segítsen nekem az igazgatóval tárgyalni, hogy elkezdjék gyártani a Sztálin cigit, mivel Karajz Ágnes nem nagyon segített, de ettől függetlenül legnagyobb nőstény tanítványom vagy, tehát áldárogja Karajz Ágnes Ágikám. Na! Nagyba föltettétek nekem azt a kérdést. Jaj, sztój! Még nagyba üdvözletek. Stoner Vasic. Stoner Vasic azt mondja, hogy... Sztój! Még egy kicsit megállok. Azt mondja nekem a Stoner Vasic ösemesben. Nagy forradalmi név. Meg kell állnom. Kurva ümögös furistálás, kutya gyorsít is. Stoner Vasic azt mondja nekem, hogy hát drága egyetlen mösterű, Nagy Bartos tanító, kurva ümögös furistálás. Hát fölmegy a ismerette a vögyes fehért? De, persze, hogy ismerem. Annak 60 forinttal kevesebb az ára. Persze, hogy ismerem, drága egyetlen. Stoner Vasicsom, ismerem, azt a kocintósból alakították át vögyes fehérré. 60 forinttal én Fehérváron vettem, most vettem nagyba, 390 volt volt egy alkotmány nevű bor, és akkor mondtam, bementem a kocsmába, és akkor mondtam a pultos csajnak, hogy mondom, a kurva életbe mondom, kérek, mondom, vögyes fehért. Van, de persze, hogy van, drága egyetlen Stoner Vasicson van. Ő vögyös fehér 340 forintért. Tehát az árkülönbség nem olyan sok. Tehát 50 forint. Hát 50 forint nagy árkülönbség természetesen, ne törlik, de hogy erősebb lenne, én megittam belőle most múlt hétvégén 8 litert, hogy erősebb lenne, azt nem gondolnám. Tehát Stoner Vasicsom
Nem hiszem, hogy erősebb lenne a kocintósnál, mert ugyanaz a gyártmány, csak más flakonban, meg más címkézéssel. Ez a kapitalistáknak a mocska, más címkézéssel adják el, de ugyanannyi erősségű bor. Tehát nem gondolnám, én 8 litert megittam, annyi, hogy bevágtam itt a szobaablakot, ennyi. Tehát olyan nagyon nem durvultam be, tehát nagy fejszével nem mentem ki az utcára 8 liter után, tehát olyan nagyon azért erősebbnek nem tekinteni. Nem tudom. Hát vegyes-fehér, megpróbáltam vegyes-fehér. Stoner Vasicsom, tehát mondom neked, van vegyes-fehér is dinnyésen, én nem érzem az erősségét, mert 8 litertől is, a 8 liter az kocintorgú is 8 liter. Da, úgy bizony, da. Azt mondja, X-faktor. Nagyon sokan mondtátok, nekem, das is nekem. Da. Una borom. Boromnak mindig kéz nélkül lenni a kurva ümög a súristálát. Úgy bizony, da. Na, de rogyja. Nagyban mondtátok nekem, hogy X-faktor. Én nekem nincsen tévém, nekem van egy tévém, most a Jóska gyerek hozott nekem át seregvényesül egy tévét. Minap. Egy ilyen régi videóton tévét, amiből majd nagyban én Kadafi cigit fogok csinálni. Mi a véleményem az X-faktorról? Többen így fölvetettétek nekem azt a kérdést, ez is kérdést, hogy hát mi a véleményem az X-faktorról? Na most egyet mondok nektek, kurva ümögös úristálat, a kutyagulós herciás úristókát, ma! Da! Na te robjen! Harasó! Van bele paprika megsó, úgy bizony! Da! Úgy, da! Én nekem az X-faktorról egy a véleményem. Nézegettem én nagyba, mint a szűzpinát. Megnézegettem a kocsmába, seregvényesre még átjárok így kocsmába, az 8 kilométer innen a pusztaságból, ahol lakok most. Hát, drága egyetlen elvtársaim, akivel Z-vel kezdődik, Z meg R-rel. Nem lehet kimondani a kurva úristókát, hogy mivel. Z meg, hát tudjátok, lehet, hogy a tyutyúprú most le fog megint menni ez a csibe, jó? Akik Z-vel meg R-rel, az R-rel még nem is nagyon nincsen bajom. Mert akik R-rel kezdődnek, azok tényleg még magyarskik. Nevezzük őket románoknak. Akik Z-vel kezdődnek, de az így Z-vel, úgy bizony, de a darabja. Azokat nevezzük Z-nek. Mert nem akarom, hogy itt letítsak tényleg a csidejókat, mit tudom én, Zsí. A nagyferő az eleve egy csapitalista. Kapitalista. De ő nem hazudtolta meg magát. Mert a nagyferő az egy kapitalista is volt mindig. Tehát ő nem hazudtolta meg magát, mert amikor én emlékszem rá, még volt 79-ben születtem, ilyen 80-as évek végén még játszott nagyba zenét. És ő még oda volt téve, hogy Vörös Brigád egy kukába. Tehát ő nem nagyon hazudtolta meg magát, tehát ő egy kapitalista csávó. K-val kezdődik, kapitalista, úgy bizony. Csorbán rendszernek a 200 méter nyálja Csorbán rendszert a nagyferú. Mondjuk művészileg annyira tartom körülbelül, mint a csigahányás, semmire. Na most ott van nagyba, az X-faktorban, még nagyba. Keresztesi, mi a neve? Éva? Judit? Tessék? Nem tudom. Keresztes Judit, nem tudom, hogy kicsoda. R névvel be, őt még valamire tartom. Magyar, magyarszki, magyarszku, mit tudom én. Hogy aztán annyi mennyire ért a zenéhöz, mint körülbelül, hogy Szabolcs felé megy a vonat, úgy bizony. Tehát, hogy mennyire ért a zenéhöz, azt nem tudom. Véleménye az van. Ott van a Geszti... nem Zoltán. Geszti... mi a neve? Nem tudom. Geszti valaki, Geszti. Faszom tudja. Geszki. Úgy bizony.
anyja 7 centségét, hogy kurnám szájba ugira. Geszti Zoltán, vagy a faszom tudja, hát ő Z-vel kezdődő ember, tehát ő be is vallotta, hogy Z-vel kezdődik a neve. Tehát őt nem nagyon tartom semmire, tehát ő régebben ő vezette a, vagy tudom én, faszom tudja milyen műsort, meg a faszom tudja, nem nagyon tartom, körülbelül annyira, mint a WC lehúzás. Abszolút semmire nem tartom a gyereket, semmire. Na. Aztán ott van még nagyba Friderikus Sándor. Ő lehet, hogy jó showbizniszeket csinált, meg mit tudom én. De ő annyira ért körülbelül, mint a, annyira ért a zenéhöz és a zenének a megítéléséhez. Mint körülbelül én azt mondom, hogy én elmegyek egy kommunista gyűlésre, és meghallgatok egy ilyen május 1-én fölvonulást. Tehát semmi. Tehát abszolút. A Friderikus Sándor az egy roha. Ezt elmondhatom? Tehát egy ilyen finoman megnevezve egy ilyen homokvihar. Egy homokvihar túl meg mit várunk? Semmit. Ennyi. Nazdarovje. Aztán ott van még nagyba, nem kicsiben nagyba, az X-faktornál tartunk. Hát a gesztit befejeztem, zsébetűvel kezdődik, nem nagyon mondom ki a tyutyúbra, mert azért 5 év börtön jár, sajnos. Máma ugye a nagy demokráciában, most már 5 év jár ilyen különböző megnevezésekben. A második világháborúban ez természetes volt. Máma már ez 5 év börtön, na darabja. Megnyeletek jó kis likő! Veszik likő, nem kell erre már kupa, nem vettem, harásó. És igen, jó kis likő. Na, egyet mondok, kettő lesz belőle. Nazdarovje, harásó van benne, paprika meg só. Hogy ki van még ott? Möster Tamás. Életemben nem hallottam. Állítólag valami Metallicával, vagy hol az apja faszába zenét, Möster Tamás. Kilóg neki a fülbe, nem ítélem el. Tehát semmiféle elítélés, ő is szerintem zsébetűvel kezdődik a származása. Tehát szerint véleményem szerint zsébetűsök. Zsé és én a szerény szájbakúrt véleményem szerint zsébetűvel kezdődik az ő származása is. Semmi bajom nincs vele, az a bajom, hogy ott van. Ennyi. És ő ítél meg gyakorlatilag embereket. Életemben nem hallottam még Möster Tamásról. Hát lehet, hogy aztán nagyon nagy alak, nem tudom. Hát aztán engem körülbelül annyira érdekel, mint a csigahányás. Na.